gyanús ez a lány? Valahogy nem gyanús nektek ez a leányzó? Nekem egy kicsit gyanús ez a lány. Biztos, hogy kislány? Hát, de nagyon szép kislány, hát Majuskának hívják. Igen, de mint ha lenne egy kis Majuskája? Nincs, ez nagyon-nagyon. Hát nézzük, hogy ezt a szoknyája van. Hát, azt látom, na de megnézem a szép haját. Hát, biztos van neki. Gyerekkacajtól volt hangos a Viski Károly Múzeum emeleti terme, ahol a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó drámajáték várta a város és a környékbeli nagycsoportosokat. A kicsik először bábmesét nézhettek meg, majd vidám, csúfolódó mondókákat tanultak és mondtak egymásnak. Válogatós vadalma! Anna kisa, rosszabbja! Az intézményben évek óta sikeresen zajlanak az óvodai foglalkozások, egy éve ilyenkor is a farsangról szólt minden a múzeumban. Ugyan, hogy egy éve eltelt, a farsang is eltelt, hiszen nagyon korán van ma is vég. A farsangnak is vége van, a jövőbe értem, a farsangnak a vége, és utána megjön a jövő. Hát ez még látjuk a gyereküket. A farsangi időszak a báloknak az ideje. A 40 napos bőjt után a régiek már csak pünkösd előtt húzták fel a táncos cipőiket. A Kalocsai Múzeum ásványtárában zajlott a kézműves foglalkozás. Az asztaloknál igazi rémisztő busó állarcok készültek. Ha ezen áll, akkor biztos, hogy sikerült a csokonai óvodásoknak elűzni a telet az ijesztő maszkokkal. Az előadó teremben pedig igazi farsangi étel, a csörögefán készült. A mai világban bármikor az asztalra kerülhet, de a régiek csak a farsangba sütötték meg a csörögefánkot. Nyersanyagok miatt, van mindenkinek bőségesen írja, itt szállítom a farsangot, a A gyerekeknek nagyon ízlett ez a finomság, amelynek tésztája 35 dekagram lisztből, 3 egész tojásból és 6 tojás sárgájából állt. A következő óvodásoknak szóló múzeum pedagógiai foglalkozás március 20-án lesz, akkor a húsvét ünnepkörhöz kapcsolódik a program.